1 millió facsemete ültetésével veszi kezdetét a tavaly decemberi jégkár által súlyosan sérült pilisi erdők megújítása. 2015. november 3-án a Pilisi Parkerdő ZRT Valkói Erdészetének területén csemeteültetés és ünnepélyes adományátadó rendezvény keretein belül indult el a helyreállítás. 2014. december 1-e és 3-a között soha nem látott mértékű természeti katasztrófa sújtotta a magyar erdőket. A tragédiát feltételezhetően az emberi tevékenység következtében kialakuló klímaváltozás okozta. A jégkár országosan megközelítőleg 40 ezer hektáron lépett fel, a Börzsöny mellett a Pilisi Parkerdő ZRT 65 ezer hektáros területének közel egyharmadát érintette, ebből 9 ezer hektárt súlyosan. Láthatjuk ezen a térképen a parkerdő területi elhelyezkedését, középen Budapesttel, tőle nyugatra, északnyugatra a Visegrádi-hegység a Pilissel, nyugatra a Budai-hegység, és kelet irányba a Gödöllői Dombság. Jelen pillanatban itt vagyunk a Gödöllői Dombság területén. A december 1-e, 3-a között fellépett tónos eső, ezeken a területeken a 2-300 méter tengerszint feletti magasságokban okozott károkat. Itt láthatjuk, hogy térképen az egyes térségeket, a baloldali ábrán a Pilist és a Visegrádi-hegységet, a középen a Budai-hegységet, illetve a Gödöllői Dombvidéket. Láthatjuk, hogy ezzel a narancssárgával színezett területek, ezek kapták a legsúlyosabb károkat, és látható ezeknek a kiterjedése. Különböző kártípusokat tapasztaltunk, ugye ez a jég gyakorlatilag a kihűlt faágakon ráeső vízcseppek megfagytak, és olyan vastag jégburkot képeztek, ami mai szemmel szinte elképzelhetetlen, tehát ilyen ceruza vékonyságú ágakon 10 cm vastagságú jégburkok képződtek, és hát természetesen ez okozta azt a fajta óriási súlyt, amitől az ágak törtek, a koronák törtek. A kárfelszámolás folyamatában az utak felszabadítása a veszélyhelyzetek megszüntetése után a tereprendezési munkákkal kezdődhetett meg az erdők megújítása, ami az őszi csemeteültetésekkel folytatódhat. A jégkár során megsemmisült erdők helyreállítása azonban komoly terhet rótt a Pilisi Parkerdő ZRT-re. Míg átlagosan egy évben 700 ezer és 1 millió közötti csemetét ültetnek el a szakemberek, addig idén ez a mennyiség megduplázódott. A facsemeték beszerzéséhez a Lidl Magyarország társadalmi felelősségvállalási kampánya nyújtott segítséget a Parkerdő ZRT-nek. Segítsük együtt az ónos eső által elpusztított Pilisi Parkerdő újjászületését. A Lidl most minden eladott palack szaguáru ásványvíz után 1 forintot adományoz facsemeték vásárlására. Amikor mi december elején megláttuk ezeket a képsorokat, szinte azonnal elhatározásra jutottunk, hogy szeretnénk segíteni valamilyen formában a parkerdőnek a mielőbbi helyreállításban. Januárban ennek eredményeként aláírtunk egy szándéknyilatkozatot, és a nyár folyamán pedig egy közös kampányt valósítottunk meg a Lidl áruházain belül, amelynek keretében minden egyes eladott szaguáru tízesítetlen természetes ásványvíz után 1 forintot gyűjtöttünk ugye a parkerdő munkálatai részére. Ennek az eredményeként egy 25 millió forintos összeg, amit sikerült összegyűjteni a vásárlóink támogatásával. Nagyon-nagy öröm volt számunkra az, amit láttunk a boltjainkban, hogy a vásárlók tényleg ebbe a társadalmi közös projektbe mekkora részt hasítottak ki maguknak belőle, ahogy tényleg támogatták ezt a kampányt, amilyen visszajelzéseket kaptunk akár a filmjeink, vagy akár a különböző platformjainkon keresztül a vásárlóktól, ahogy kifejezték tetszésüket, hogy a Lidl ebben szerepet vállal, és megnyilvánult ugye az is, hogy ők is milyen elkötelezettek a magyarországi és a pilisi erdőségek iránt. És ezt szeretném ezúton is megköszönni a vásárlóknak, hogy ilyen mértékben tudták támogatni ezt a projektet. És a magam részéről nem is szaporítanám tovább a szót, hanem most akkor szeretném megragadni az alkalmat, és átadni Zambó Péter vezérigazgató úrnak jelképesen ugyan egyelőre, vagy ebben a formában jelképesen ezt az adományösszeget. Nagyon szépen köszönöm.
jó munkát hozzá. A parkerdő gazdaság még a kárfelszámolás elején járt, amikor a Lidl Magyarország támogatási céllal megkereste. Mondta el az eseményen Zámbó Péter, a Pilisi Parkerdő ZRT vezérigazgatója. 25 millió forint, 1 millió csemete, 60 hektár megújuló erdő. Több erdészetünket érte kár ezen a decemberi néhány napon. Szentendre, Pilis-Szentkereszt, Visegrád, Dobogókő térsége. De a legnagyobb erdősítési feladatok azok a gödöllői erdészet, illetve a valkói erdészetre hárulnak. Nem véletlenül vagyunk itt Valkón, nem véletlenül fogjuk megnézni ezeket a területeket, ahol már megkezdődtek ezek a munkálatok, és reméljük, hogy az idő továbbra is ilyen kegyes lesz hozzánk, és az erdősítési feladataink nagy részét ebben az őszi szezonban el tudjuk végezni. Az ünnepélyes adományátadás után a Pilisi Parkerdő ZRT és a Lidl Magyarország vezetői a valkói erdészet tereprendezés alatt álló területén közösen elültették az első facsemetét, így állítva emléket a példaértékű összefogásnak. Már csak 999.999. Ilyen haladást értünk el már ennyi idő alatt. Mi megtettük. Ezt követően hivatalosan is megkezdődtek az újraerdősítési munkálatok Gödöllő, Valkó és Isaszeg települések határában. A jégkár sújtotta területekre minden esetben őshonos fafajokat telepítenek, ezzel is erősítve az erdők ellenálló képességét. Mivel itt nagyon sok kár volt, hiszen sok fenyves van egy Gödöllő környékén, amelyek sokkal érzékenyebbek az ilyen típusú károkra, ezért az 1 millió csemetének jelentős hányada itt kerül felhasználásra, becsléseink szerint 400 ezer darab körüli csemete kerül itt ebben a térségben felhasználásra. Ezek a csemeték általában két éves csemeték, kocsánytalan tölgy, cser, mezei uhar, molyhos tölgy, de természetesen a gyorsabban növő fafajokból van egy éves is, mint például a hazai nyárak. Ugye ezek a csemeték lassan fejlődnek, tehát az elültetések után el kell tenni egy 5-10 évnek, mire mondjuk egy ilyen másfél méter magasságú, befejezettnek minősíthető erdőfelújítás áll majd rendelkezésre. A csemete ültetés előtt a jégkár sújtotta területeket megfelelő mértékben elő is kell készíteni, meg kell tisztítani. A Pilisi Parkerdő ZRT számára ez a munka hektáronként körülbelül 1-1,5 millió forint költséget jelent. Ez egy technológiai követelmény ahhoz, hogy ugye a csemetéket normálisan meg lehessen ápolni, kapálni a sorközöket, a gyomokat visszaszorítani, az olyan lágyszáró vegetációt, egyéb cserjefajokat vissza kell szorítanunk. Ehhez területet át kell tudni járni, nem csak most, hanem majd 5 év múlva is. Nagyon fontos, hogy megfelelő mértékben előkészítsük a területet. Ez már nagyon régi erdész szakmai tapasztalat, hogy hiába ültetem én el a csemetét, hogyha nincs a talaj jól megmunkálva, akkor annak nagy része kimegy, elpusztul. Tehát minél jobban előkészítjük a talajt, különösen ezeken az elég száraz, homokos talajokon, annál inkább sikeresek ezek az erdősítési munkálatok. Tehát az szerintem nagyon rossz, hogyha azt hiszi valaki, hogy hát ez az intenzívnek tűnő talaj művelési folyamat, ez fölösleges és káros, mert hogyha nem csinálnánk meg, ezeknek a csemetéknek nagyon nagy része elpusztulna. És akkor így az erdő nem tudna újra keletkezni, illetve valamilyen olyan fafaj összetételű erdő keletkezne itt, amely értékében, természeti értékében nem felelne meg az elvárhatónak. A beültetett és ültetésre váró facsemetéket mind magyarországi csemetekertekből szerezték be. A társadalmi összefogásnak köszönhetően a lakosság, a természet szerető emberek is hozzájárulhattak az erdők újjászületéséhez. A munkálatok idén a fagyok beálltáig tartanak, szükség esetén pedig jövő tavasszal folytatódnak majd.